Kiskörén gondolnak a rossz időre is. Zöld és barna mezős városrehabilitációs pályázatot adott be Kisköre önkormányzata, hogy kulturális és sportolási lehetőség biztosításával sportcentrumot hozzanak létre. Megújítanák a Tiszató kiskörei szakaszát is, ahol egy parti sétányt, az önkormányzat megmaradt területein pedig még egy aktív pihenőparkot is ki szeretnének alakítani. Az aktív pihenésről egy erdei tornapálya és az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő két sportágat, a labdarúgást és a golfot ötvöző futgol sportszerelmesei számára egy külön pálya is biztosítaná. Ez a futgolf pálya ez egy új örület, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a golf pályára, tehát hogy egy lyukba kell eljuttatni a labdát, ezt főleg csapatépítésre szokták használni, és bármi meglepő, ennek van egy országos szövetsége is Magyarországon. Tehát én ezt meghallottam és beleszerettem magába az ötletbe, mert hogy nem céltalanul rúgjuk a bőrt. A Tiszató partján mindenképpen egy kuriózumnak számítana a futgolf pálya, még ha van is veszély annak, hogy a vízben landol a labda. A polgármester a további fejlesztéseket illetően kifejtette, nagy segítségét veszik a közmunkásoknak is, elkészültek a helyi sajátosságépítő és értékteremtő beruházások, több 10 kilométernyi járda újulhatott meg a közmunkások kezemunkájának köszönhetően, és a segítségükkel született meg a Kiskörre erőmű busz megállóhely is. Igényes és szép munka került ki a kezük nyomán, mind a járdaépítőknek, mind a busz megállónak, amit már nagy örömmel egyébként meg is köszöntek a lakótelepen élők, úgyhogy ez természetes, hogyha lehetőségünk van rá, akkor mi is azon vagyunk, hogy fejlesszük a települést és azokat a lakossági elvárásokat beépítsük a pályázatainkba, amelyek vannak, akár BMS, akár toppos, akár VP, és teljesen mindegy, ahogy valami pályázatban ezek megjelenjenek. A temetőnél egy új urnafal kialakításába is belekezdtek, szépen haladnak vele. A kiskörei lakosok is észrevették, és már most vannak rá érdeklődők.